Eleged van a vaskos, 100 kilós gamer laptopokból, a vörösen virító billentyűzetekből, 10 perces üzemidőből és dobhártyarepesztő hűtésektől. Akkor jó hírem van, ez az új Zephyrus G16, 2024 legjobb gamer laptopja. És nyilván látjátok, hogy ott a csillag, én is tisztában vagyok lenyugodjatok nyugodjatok meg, beszélni fogunk róla, de még mielőtt rá... Januárban már láthattátok nálam a gépet, pontosabban neki a szürke verzióját, és nem tudom szavakkal leírni, milyen boldog vagyok, hogy végül a fehér is érkezik Magyarországra. Ez egyértelműen a jobb opció, és hogyha ezt nem így gondolod, akkor sajnálom, de nincs igazad. Egy vékony, teljesen alumínium borítással rendelkező laptopról beszélünk, amit leginkább úgy tudok leírni, mint egy gaming MacBook. Az egy darabból faragott Unibody géptest kellemesen lekerekített éleket kapott, és vastagságát nézve éppen hogy elférnek rajta a portok. Az alsó panelen egyenesen hihetetlen mennyiségű hűtése szolgáló nyílást találunk, és ha megfigyelitek, a gép teljes szélességébe fut majd a hátsó gumitalp. Ez pedig nem véletlen. A gép ugyanis az alsó panelen beszívja a friss levegőt, majd emögött a gumitap mögött fújja ki magából a felmelegített oxigént, ezzel ugye gátolva az, hogy ezt a felmelegített levegőt újra és újra felszívja magába, ezzel hatékony talanná téve a hűtést, ami egy baromi jó megoldás, és ez az Asus megoldotta, hogy nem oldalra fújja ki magából a meleget a gép, hanem így megoldja alulra, ami egy sokkal kellemesebb megoldás az eseteknek a nagy részében. A már említett portok egy Slim Power Jack töltő, HDMI 2.1, Thunderbolt 4-es USB-C, USB 3 és egy combo jack a bal, illetve egy SD kártyaolvasó, egy USB 3 és egy töltést, illetve kijelző csatlakozást támogat a USB-C a jobb oldalt. A fedlapon a szokásos ROG jelzést kapjuk majd a sarokban, középen átlósan pedig az Animatrix kijelző utódja, a Slash világítás fut majd. Őszinte veletek, ez nekem nem tetszik. Tudom, hogy az Asus nagyon büszke rá, mivel ez az egyik ismertetőjele a gépnek és az egyedi dizájnjának részét képezi, de a világítási opciói szerintem szimplán csak rosszul néznek ki, arra nem is beszélve, hogy mennyire limitált az előző megoldásukkal szemben. Nem vagyok egy nagy fanya. Na, a touchpadről ezt nem mondhatom el, mivel ez egyenesen fantasztikus. A méret az valami egészen hihetetlen, alul mindössze 1 mm alumínium szegélyezi, felül pedig konkrétan hozzáér a billentyűzethez. Az aránya 16-10, pont mint a kijelző, a fölülete üveg, és az új lekövetés, illetve gesztusvezérlés egyszerűen fantasztikus. Ez az egyik legjobb touchpad, amit valaha használtam Windowsos laptopon. És ez egy gamer laptop! A billentyűzet is bejött, a géptesten megegyező szint kapta, és bár fehér, a háttérvilágítás olyan színre állítható, ami erre csak akarjuk, szóval nem lesz gond azzal, hogyha szürkületben akarjuk használni. Természetesen szokásos négy makró továbbra is ott lesz bal felül, de a bekapcsoló gomba most már nincsen beleépítve az új olvasó, ugye és mostantól csak Windows Hello arcfelismerést használhatunk a felső kávába épített kamerának a segítségével, aminek a képével egyébként teljesen meg vagyok elégedve, én szerintem ez teljesen oké. Okay átlagos videócsatelésre, amire egy webkamera ki van találva. Nyilván nem ezzel fogjátok lőni a kedvenc szelfieiteket, de miért is akarnál ilyet csinálni egy laptopba épített webkamerával? Normális vagy? A webkamerától kicsit lejjebb terelhetjük a figyelmünket, mivel a kijelző egy igen különleges darab. Ez ugyanis az Asus első gamer laptopja OLED panellel szerelve. Egy 2560x1600-as felbontású 240 hz OLED kijelzőt kapunk, ami 500 nites max fényerővel, 0,2 millisekes mm válaszidővel és 100%-os DCI-P3-as szintér rendelkezik. Egy ténylegesen gyönyörű kijelzőről beszélünk, és minden tartalom, legyen az weboldal, film vagy játék, gyönyörűen fog rajta kinézni. Csak a tükröződésmentes rétegen kéne még dolgozni a cégnek, mert ez minden OLED kijelzőkre igaz egyébként, nem csak erre a gépre itt. És itt ugye ez egy Gamer laptop, és itt az emberek hozzá vannak szokva a MAT kijelzőkhöz, ez meg konkrétan annak a szöges ellentéte. Ó, oh, és kicsit furcsa, hogy az OLED kímélő beállítások nem a My Asus abban, hanem az Armory crate vannak. Így belegondolva, nagyon kevés dolog van ebben a My Asusban. Miért van egyáltalán itt? Ki tudja. De miféle hardware zsúfoltak bele ebbe a meglehetősen keskeny géptestbe? Nos, egy Intel Core Ultra 7 155 h processzort kapunk, 32 GB DDR5-ös memóriával, 1 TB SSD-vel és egy RTX 4070-nel. Ez a gép egyébként kapható Core Ultra 9-es procival, illetve egy RTX 4090-nel is, de ez egy ilyen értelmesebb konfig, amiért baromi hálás vagyok az asus A benchmarkokat aksiról, illetve töltőre csatlakoztatva és lefuttattam performance módba, még egyszer turbo módba kapcsolva, illetve utána bekapcsoltam a GPU Ultimate Performance-t is, csak hogy azt is megnézzük, hogy az mégis mit csinál. A processzor teljesítményünk nagyon minimális mértékben változik a szintek között, és én azt vettem észre, hogy egyes tesztekben a CPU teljesítmény az konkrétan visszaesik, ahogy több erőt adunk a gépnek, ez azonban nem véletlen, mivel a GPU teljesítmény az konzisztensen erősödött minden szinten, egészen a turbóig, ahol elértük a maximális erőt, és itt az Ultimate-et bekapcsolva sem nyertünk plusz FPS-eket. Azonban, hogyha a melegedést nézzük, nyilván minél komolyabb szinten használtuk a laptopot, annál melegebb lett, ezzel nem csodálkozunk, viszont az Ultimate mód az csökkentette pár fokkal a hőmérsékletét mind a videokártyának és a processzornak is, szóval, hogyha valamiért, akkor ezért lehet, hogy megéri bekapcsolni. Rátérve egy pár pillanatra a tápegységre, ez egy elég átlagos 200 wattos darab, de itt minket a csatlakozó érdekel. Ez ugyanis az új szerzeményük a Slim Power Jack, amire azért volt szükség, mert bár a legújabb szabványok alapján az USB-C most már akár 240 wattot is tud elméletben továbbítani, az ő tesztelésük alapján ez nem volt 100%-ig megbízható, ami nyilván egy probléma, hogyha egy gépnek folyamatos áramellátásra van szüksége a teljesítmény fenntartása érdekében. Éppen ezért ők létrehoztak egy saját csatlakozót, USB-hez c hasonlóan mind a kettő orientációba lehet majd csatlakoztatni, és ezt a portot mostantól rá tudják majd szórni a vékony kialakítású gépeikre, hogy azoknak megbízható áramellátást biztosítsanak most ez egy picit száraz volt, szóval jöhet a gaming test. Minden játékot, amit most láttok, a kijelző natív 2560x1600-as felbontásában teszteltem, a kijelző látott beállításokkal. Háromszor futtattam le minden tesztet, egyszer Turbo Plus Ultimate, egyszer Simán Turbo, egyszer pedig aksiról futtatott performance módban, ezzel láthatjuk a maximális, az ideális és a ténylegesen hordozható teljesítményt is. Azonban, ahogy említettem, ez a gép nem csak gamingre alkalmas. Amellett, hogy megvan benne az erő a különböző kreatív munkafolyamatokra, mint kép- és videószerkesztés vagy 3D modellezés, alapfelhasználás közben a hűtés gyakorlatilag teljesen néma lesz, és ilyen felhasználás mellett az akkumulátor ki fog bírni egy teljes napot. Mintha nem is gamer laptopot használna az ember. És ezzel szerintem elérkeztünk az a bizonyos csillaghoz a címben. Miért, miért van az ott? Nos, azért, mert odaérni bárhova, hogy a legjobb, elég céltalan, legyünk őszinték egymással. Mert most egy laptop, ami nekem a legjobb, az neked nem biztos, hogy az, és vice versa. A G16 szerintem a lehető legjobb laptop azoknak az embereknek, akik egy visszafogott megjelenésű gépet szeretnének maguknak, amivel mondjuk meg lehet jelenni egyetemi előadáson, vagy mondjuk egy tárgyalóteremben, de mégis megvan benne az a teljesítmény, ami mellett már nincsen szükség egy külön gamer PC-re. És elhiszem, hogy a legtöbbetek nem tud azonosulni ezzel a kategóriával, mert vagy túl fiatalok vagytok, vagy csak szintén nem érdekeltiteket a dolog, és ti fogjátok az RGB vaskos mosniát és betoldjátok magatokat az eladásra, mert találkoztam ilyennel. Nem is egyszer. Itt most mondhatnám azt, hogy nem szól mindenkinek, de akinek igen, annak nagyon, és ez részben az árára is értendő, mivel hogy ez a konfig, amiről itt most beszélünk, ez 1,1 millió forint, ami valljuk be, nem kis lóvé, de hogyha meglepőtetek ezen, akkor valószínűleg nem vetetek semmilyen elektronikai cuccot az elmúlt 5-6 évben. Tehát ez egy premium gamer laptop egészen felső kategóriás hardware -rel. Nem tudom, hogy miért lepődünk meg ezen a záron 2024-ben. Nyilván én sem örülök annak, hogy ennyibe kerül. Én sokkal boldogabb lennék, hogy ha 350 évért meg tudnánk ezt venni a MediaMarktban, de sajnos nem ebben a világban élünk. Szóval ezt le kell nyelnünk, és elfogadnunk, hogy itt tartunk. És hiába ilyen drága, attól még nagyon jó gép. Csak drága na. Ez van. Ettől függetlenül szeretném megköszönni az Ázusznak a lehetőséget, hogy elküldték nekem ezt a laptopot, és bemutathattam. Szeretném megköszönni nektek a figyelmet, és szeretném megköszönni, hogy most megnézitek valamelyiket ezen két videó közül. Egyik jobb, mint a másik, és csak ti tudjátok eldönteni, hogy melyik az egyik. Köszönöm a figyelmet, legyetek jók, és csók a család. Sziasztok!